Helyszínelnek a rendőrök egy győri benzinkúton, ahol vasárnap krimibe illő jeleneteknek lehettek szemtanúi a tankolni érkezők. A töltőállomáson ugyanis fegyverrel hadonászva próbálta megállítani az autósokat egy 60 év körüli szerb férfi, aki úgy tudjuk, egyszer el is sütötte a pisztolyt. Kollégáim rövid időn belül a helyszínre érkeztek a riasztást követően, itt megtalálták, lefegyverezték és elfogták a garázdát, akit ezt követően zavart állapota miatt kórházba vittek. Az adatgyűjtés és tanúkutatást követően munkatársaim megállapították, hogy a 64 éves szerb állampolgár először az autósokat próbálta megállítani a fegyverével, majd ezt követően bement a benzinkútra, ahol néhány árut magához vett, az alkalmazottnak megmutatta a fegyverét, majd fizetés nélkül távozott. A rendőrök ekkor fegyverezték le és fogták el a férfit, aki ellen fegyveres rablás miatt indult eljárás.